Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Kéményseprés. Még a fűtési szezon beköszönte előtt érdemes gondoskodnunk a kémények ellenőrzéséről. Lakossági fórum. Megoszthatták véleményüket az új helyi építési szabályzatról a budakalásziak a városvezetéssel csütörtökön. Ismeretterjesztés. Fizikasón és családfakutatáson is részt vehetnek a faluházba látogatók szeptember 29-én a kutatók éjszakáján. Még a fűtési szezon beköszönte előtt érdemes gondoskodnunk a kémények ellenőrzéséről, ennek érdekében pedig nem árt már most időpontot egyeztetni a szakemberekkel. Az alábbiakat olvashatjuk a katasztrófavédelem oldalán. Szilárd tüzelőanyaggal működő berendezésekhez kapcsolódó égés termékelvezetők, valamint tartalék kémények esetében évente egyszer a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények, kéményrendszerek, illetve tartalék kémények esetén két évente egyszer a kéményseprés díjmentes. Időpont egyeztetésre van lehetőség online a www.kéményseprés.hu/ügyfélszolgálat oldalon, illetve a 1818-as telefonszámon. Elektronikus formában a képernyőn látható e-mail címen. További információk a katasztrófavédelem.hu-n. Megoszthatták véleményüket az új helyi építési szabályzatról és a szabályozási terv bemutatásával kapcsolatban a budakalásziak csütörtökön este a Faluház nagytermében. A három alkalmas fórumsorozat első részében a Hévsinek és a 11-es út közötti terület lakóit várták elsősorban. Lehet 32 hektárral kevesebb? Ezzel a címmel vezette fel a budakalászi önkormányzat a lakossági fórumon az elkészített új településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a szabályozási terv bemutatását. A fórumon Kálmán Kinga főépítész ismertette a terveket. Nagyon örülök neki, hogy eljött ez a mai nap. Ez egy lakossági fórum, amin a városnak egy részével kapcsolatos szabályozási módosításokat szeretnénk bemutatni. Ez az egész tulajdonképpen a településrendezési tervek felülvizsgálatának a folyamatába ágyazódik be. Ennek a felülvizsgálatnak most az utolsó szakaszában vagyunk. És a felülvizsgálat célja, végső terméke az, hogy készül egy új szabályozási terv és helyi építési szabályzat. Ezeket azért minden építkező ismeri, ezeket a szavakat azt hiszem, mert hogyha valaki építeni szeretne, akkor a helyi építési szabályzatban kell kikeresnie azokat a szabályokat, amelyek a telkére vonatkoznak, és a szabályozási terven meg is találja a tervlapon azt a saját telkét és a rá vonatkozó övezeti jelet, amelyik alapján a szabályokat ki lehet keresni. És azért, hogy ez a túlzsúfoltság megszűnjön, ezért nagyon határozottan lépni kell. A Város 4 éve irányító 2011 Környezet és Értékvédő Egyesület választási programjának legfontosabb célja az újabb lakóparképítések és a fenntarthatatlan ütemű betelepülés megakadályozása. A tervek alapján jelentősen csökken a beépítésre szánt területek, illetve a kijelölt, de még be nem épült lakóterületek aránya, ugyanakkor a közpark és erdőterületek, valamint a beépítésre nem szánt sport és rekreációs célú különleges területek lényegesen több helyet kapnak a városban. Az Élhető Budakalász program 3 évvel ezelőtt indult, és egy nagyon hosszú előkészítő és tervező munka érkezett most a finisébe. Ez a mai lakossági fórumon itt a vezető tervezők és főépítészasszonnyal karöltve bemutatják az elkészült terveket. Mostani városvezetés eltökélt szándéka volt, hogy határozott fordulatot hozzon Budakalász életébe. Korábbi lakosságszámnövekedés és a beépítési szabályoknak a folyamatos lazulása után egy határozott irányváltást hirdettünk meg, ami most ért abba a fázisba, hogy most már mindenki számára megismerhetők a konkrét tervek. Röviden arról van szó, hogy 32 hektárral csökkenne a tervek szerint Budakalásznak a beépíthető területe, hiszen hogyha nem lépünk, akkor a mostani lakosságszám további 40%-kal emelkedne, amiről azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez fenntarthatatlan. Szeretnénk azt, hogy a településünk egy organikus fejlődésen menjen keresztül, és hogy mindenki számára élhető település legyen. Ezek a szabályok is, amelyeket ma ismertetnek a tervezők, ezt a célt szolgálják.
A csütörtök délutáni fórumon elsősorban a hévsínek és a 11-es út közötti terület lakóit várták. A tervezők által készített tervezet elkészült, ezt föltettük a honlapra, közzétettük, és most a fórumon három részre osztva, tehát a várost három részre osztva mutatjuk be részterületenként, azért három részre, hogy kicsit több idő jusson minden témára, tehát hogy ne egyszer az egész város összes ügyét kelljen egy fórumon végigbeszélgetni, hanem egy kicsit mégis tagolva, fölbontva legyen, és tudjunk nyugodtabban figyelni a fölmerülő kérdésekre. A budakalásziak az interneten és a fórumokon is megismerkedhetnek a részletes dokumentumokkal, és október 5-ig írásban is véleményezhetik azokat. Ez a tervezet tehát egy tervezői javaslat, amelyikhez várjuk az észrevételeket, a kérdéseket, a terv még ezzel nincs lezárva, az észrevételek alapján még változtatásokat lehet rajta eszközölni. Alapvetően azonban az szükséges hozzá, hogy aki észrevételt tesz, azt írásban nyújtsa be. Október 5-én déli 12 óráig várjuk írásban az észrevételeket a településrendezés@budakalász.hu e-mail címre, és akkor minden befutó írásbeli észrevételre írásban fog válasz készülni. Ehhez annyit hozzá kell tennem, hogy nem személyesen postán fogunk válaszokat küldeni, hanem a válaszok össze lesznek gyűjtve egy nagy táblázatba, ahol mindenki láthatja a fölvetett kérdést és a választ is, a honlapon majd meg lehet találni. Úgyhogy itt tartunk most, hogy ezt a tervezetet szeretnénk bemutatni, és várjuk az észrevételeket. A folytatás az az lesz egyébként, hogyha az észrevételek alapján javított terv elkészül, akkor még egy állami főépítési végső ellenőrzésen fog átesni, és utána a képviselőtestület elé kerül jóváhagyás céljából. Úgy gondoljuk, hogy ez decemberben várható, és így akkor január közepétől életbe tud lépni egy hatályos új szabályozási terv. A lakossági fórum szeptember 25-én hétfőn 17 órától folytatódik a Faluház nagytermében, a 11-es úttól a Duna felé eső terület lakosai számára, majd szeptember 26-án kedden, szintén 17 órától azokat a budakalásziakat várják, akik a hévsínektől a hegyek felé eső területeken élnek. Fizika són és családfakutatáson vehetnek részt, valamint Neumann János egykori matematikus életébe is bepillantást nyerhetnek azok, akik szeptember 29-én a kutatók éjszakáján ellátogatnak a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárba. Több szervezet és intézmény közreműködésével várják a különböző korosztályokat a rendezvényre. Gondolkoztak már azon, hogy mi is az ég, hogy mitől fázunk? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik ellátogatnak idén a kutatók éjszakájára, a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárba. Az Európa szerte megrendezett ingyenes esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Azt kevesenben tudják, hogy az Európai Unióban mindenhol ugyanezen a napon van kutatók éjszakája program, ugyanis ez egy európai kezdeményezésre, uniós kezdeményezésre létrejött rendezvénysorozat, és az uniós tagállamokban biztosan vannak mindenütt egyszerre programok. Pénteken, illetve most már újabban Magyarországon szombaton is lehetnek programok. Ezeket egy központi szervezőiroda koordinálja, és a központi szervezőirodának a honlapján lehet követni a helyszíneket és programokat. Ott lehet találkozni a mi programunkkal is, persze mi a saját felületeinken is meghirdetjük. Alapvetően azért jött létre a kutatók éjszakája, és az a küldetése, hogy a kutatói munkát, tehát a tudományos kutatói munkát, legyen az természettudományos vagy társadalomtudományos, azt megismertesse a széles nagyközönséggel, főleg a fiatalokkal, és vonzóvá tegye, és személyes élmények megszerzésére legyen lehetőség, azért, hogy közelbe lehessen, tehát hogy megismerhessék az embereket, magukat, az érdeklődők magukat, a kutatókat. És ezért több tudományos kutatóintézetben, egyetemeken a kutatók ott vannak,
bemutatókat tartanak, előadásokat tartanak, de a széles nagy közönségnek, tehát nem a saját szakmai közönségüknek, illetve van, ahol egészen profán vendéglátást is van, hogy a kutatók főznek egy bográcsos ételt, vagy valami ilyesmi, azért, hogy lehessen, egy alkalma nyíljon a közönségnek arra, hogy beszélgessenek velük, és tényleg így megismerjék azt, hogy mivel foglalkoznak, milyen egy kutató élete, mi az ő témájuk. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. A rendezvény legfőbb célkitűzése, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Alapvetően előadások, illetve fizika show, tehát főleg gyerekeknek szóló, de akár a felnőttek számára is érdekfeszítő, érdekes bemutató lesz több alkalommal is. Tehát nagyjából erre lehet számítani. Részlet közelebbről pedig egy családtörténeti, történelmi előadás lesz az egyik, amelyik a Teleki Vattai családnak a történetéről szól. Ez a családnév azoknak biztosan ismerős, akik ismerik Pomászt, mert ugye ott van egy a családról elnevezett vagy kastély, a Teleki Vattai kastély. Akik egy kicsit jobban ismerik a család történetét, tudják, hogy itt ebben a régióban is, az országban több helyen is, de ebben a régióban is birtokoltak földeket, illetve falvakat, településeket, amik a középkor folyamán vagy később is hozzájuk tartoztak, és uradalmak az ország több helyén is. Tervezünk egy másik természettudományos előadást is, ami Neumann János életével kapcsolatos. Neumann 120 éve született, hát felbecsülhetetlenül nagy jelentősége van az ő munkásságának, több területen is, talán leginkább a számítógép tudomány egyik atyaként ismerik őt, azonban más területeken így aztán a magfizikában vagy egyéb területeken is jelentőset alkotott. És miközben matematikai pontosan inkább olyat nem kaphatott, de közgazdaságtani Nobel-díjat kapott, a matematikai tevékenysége is fontos. A fizika show, amit már említettem, pedig valószínűleg nagyon fogja szórakoztatni a gyerekeket. Olyan alapvető fizikai jelenségeket magyaráz meg látványosan és élvezetes módon, amik körbevesznek minket, a mindennapjaink része, hogy más nem mondja, például felveti azt a kérdést, több kérdés is felvet, de az egyik ilyen, hogy miért fázunk, amikor vizes a testünk, és miért fázunk jobban, mint amikor száraz a testünk, vagy például mi az égés egyáltalán. Ezeket nyilván iskolában is tanítják, de megint más megismerni mindezt egy látványos bemutatón. Vidám, szórakoztató előadásra készülhetnek azok, akik szeretnének a fizika showra ellátogatni, ahol hétköznapi eszközökkel mutatják be az iskolából már ismert tudományágat, a fizikát. Van lehetőség arra, hogy a gyerekek, vagy akár felnőttek, akikkel érkeznek, kérdezzenek, beszélgessenek az előadóval, a bemutató megtartó személlyel, és így lesz teljes az élmény. Az idei nyár méltó zárása lehet a Kalászi Kultúrpiknik. A szervezők a Kós Károly Művelődési Ház belső udvarán várják az érdeklődőket szeptember 23-án szombaton délután, olvasható a budakalász.hu-n. A fellépők között szerepel Rutkai Bori és bandája, akik délután 3-kor kezdenek mesekoncerttel, tánccal, bábozással. Különleges afrikai hangszerek kíséretében mesemondással készül Danny Bain, illetve a Jazz Formers zenekar is fellép a nap folyamán. Este 6-kor Szűcs Krisztián akusztik koncertjén Budapest bárdalokkal és Heaven Street 7 számokkal szórakoztatja majd a nagy érdeműt. A finom borok és sütemények mellett ez alkalommal is lesz kultúrkvíz, és kreatív kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek a látogatók.
A Báboszt Zöldre Egyesület ökofoglalkozását követően a komposzt kezeléssel kapcsolatos helyi eseménysorozat záró rendezvényének is helyet ad a faluház. Az időjárási előrejelzések alapján a szervezők úgy döntöttek, hogy a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár területén a belső udvarban tartják meg a rendezvényt. A belépés ingyenes, minden budakalászit szeretettel várnak. Kaponyítás 14 órakor. Végül a várható időjárásról. Szombaton reggel, illetve napközben egy hideg front többfelé okoz esőt, illetve záporokat, zivatarokat, 16 és 34 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Többfelé élénk erős lesz az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében viharos lökésekre is számítani kell. Vasárnap erősen felhős, borongós időre van kilátás, sokfelé újabb esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Napközben 16-27 fok valószínű. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Még a fűtési szezon beköszönte előtt érdemes gondoskodnunk a kémények ellenőrzéséről. Megoszthatták véleményüket az új helyi építési szabályzatról a budakalásziak a városvezetéssel csütörtökön a lakossági fórumon. Fizika show-n és családfa kutatáson is részt vehetnek a faluházba látogatók szeptember 29-én a kutatók éjszakáján. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu per TV Budakalászon. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!